Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy picit a Cardian Life-tól elszakadva szeretnék bemutatni egy egyszerű kezdőknek egy kicsit talán kényelmesebb videóvágó programot, ez pedig az OpenShot. Ez mit tud? Keresztplatformos, azaz bármelyik operációs rendszer alatt tudod használni. Támogatja a legtöbb videó, audio és képformátumot, azaz nem fogsz beleütközni abba, hogy bizony neked valami audiofájlod vagy videófájlod van, és azt nem ismeri fel, a kimenetek száma végtelen, nagyon jól beállítható, testre szabható maga a program, tehát beállításokra is egy kicsit kitérek, nagyon jó címsablonokat tartalmaz, azaz messze jobb a feliratozási lehetősége, mint a KDN Live-nak, kész sablonokat kapsz, és a sablonokból meg tudod hívni az Inkscape-et, egy vektorgrafikus eszköz, még finomíthatsz, pontosíthatsz is rajta, azaz a programból átlépsz egy másik programba, és professzionális, szép feliratokat, attraktív feliratokat is tudsz készíteni. Ezen kívül, hát valamivel több, mint egy tucat, animált lehetőségeid is vannak, azaz animált, valóban szép animált feliratot is tudsz készíteni, annélkül, hogy a Blendert, a animációs eszközt te ismernéd, vannak sablonok, kitöltöd, a címeket átírod, a feliratokat átírod, megnézed, hogy milyen lesz, és a Blender feltelepítése után, erre ki fogok térni, bizony animált feliratokat is készíthetsz, például olyat, mint ami itt a beszéd közben is futott, azaz ezt egy normális kezdő, bizony nem biztos, hogy Blenderbe, vagy egyéb eszközbe el tudná készíteni. Fél perc volt ennek a felirat elkészítése, amit látok, illetve a későbbiekben is látni fogtok. A program indításakor egy jól átlátható és kezdőknek nagyon kényelmesen használható felületet kapunk. Három blokkot szeretnék bemutatni. Az első a Project Fájlok, effektusok és az átmeneteket tároló hely. Itt egyértelműen videó, hang és kép pakkot kapsz, azaz, hogyha behúzol, és be is húzkodunk egy pár dolgot, első körben legyen egy hangot, beteszünk, megjelenik a hang, beteszünk egy videót, meg még egy videót. És hogyha te úgy gondolsz, hogy csak a videókat, vagy a hangot szeretnéd külön látni, akkor azokat megteheted. Nagyon kényelmes, tehát a projekteket szétoszthatod, a behúzkodott fájlokat, az alapfájlokat videóra, hang, illetve képanyagra. Kényelmes, ha sok mindent behúzkod, és szeretnél felhasználni. A következő gondolat átmenet. Átmenetekből elég sokféle van, azaz szépen és jól meg tudod adni a két videóklip közötti, vagy két kép közötti átmenetet. Kényelmes, szép és jól hasznosítható. Effektusok. Na hát az effektusok itt egy kicsit szükebb körben elérhetőek. Mind ahogy megszoktuk a KDN Live-nál, én mindig ővele fogom összehasonlítani, hiszen arról volt szó, és többen is ismeritek. Azaz kevesebb effektust kapsz. De hozzáteszem, hogyha egy családi videót vágsz, vagy egy kisebb videót készítesz arról, hogy egy program hogyan működik, ezek bőven elegendőek. Picit másképp működnek ezek az eszközök, mint ahogy a KDN Live-val bemutattam, de majd vissza fogunk rátérni. Következő mező természetesen a videódnak a képe, azaz, hogyha ráhúzol ide, akkor ott fogod látni, semmi újdonság, gyorsítva lejátsz, a végére ugrik, illetve a lejátszást el tudod indítani, és tudsz ezzel a kis ikonkával, nyilvánvalóan egy fényképezőgép, erről, ahol le van állítva, az adott képről egy képet menteni, esetleg, hogyha ki szeretnéd menteni azt az adott képet, és később felhasználni, kényelmes, professzionális, eddig nem lehet semmi probléma. A harmadik blokkba természetesen a vágósáv, tehát ezeket fogjuk látni. Azaz, itt fogunk majd dolgozni. Nézzük is meg, hogyan működik. Tegyük rá az intrómat ide. Oppá, mit látunk? És keressük, és nincs meg. Azaz, itt egybe van a kép és az audiósáv. Nincs szétválasztva úgy, mint ahogy a KDN Live-ban nem látod külön.
a hanghullámokat, illetve a képeket, ez egy kicsit hátránya ennek a vágóprogramnak, de természetesen ezzel együtt lehet élni, azaz megkaptuk a sávokat. Látható, viszonylag sok sáv van, gyakorlatilag sáv hozzáadás alá fölé, azt hiszem egyértelmű, sáv átnevezése, sáv zárulása, illetve van egy olyan, hogy sáv eltávolítása, ez alapértelmezett. A vágás és egyebekre később fogok kitérni, most az eszközt ismerjük meg. Amire mindenképp szeretnék reflektálni, illetve egy nagyon-nagyon jó dolgot bemutatni, ha te erre rákattintasz, akkor meg tudod fogni a ablakot és odébb tenni, és esetleg a másik monitoron kinagyítani. Akinek éppen úgy van, hogy több monitorja van, érdemes az egyik monitoron az előznézeti képet látni, amit te vágsz és amivel dolgozol, a másik monitoron az egyéb eszközöket használni. Ennyi. Gyakorlatilag semmi újdonságot én senkinek nem mondtam, remélem, hiszen a legtöbb videó, illetve audiovágó eszköz hasonlóképpen működik, van egy raktár, amiben belepakoljuk azokat, amiket használunk, a másik látjuk, hogy mit csinálunk, és valahol valamit csinálunk, nagyon kényelmes. Azaz, nézzük is meg az egyéb beállításokat, nem fogok sokat beszélni róla, csak azokat a beállítási pontokat szeretném megmutatni, amikre érdemes figyelni és érdemes tudni. File. Természetesen új projekt, projekt megnyitása, legutóbbi projektek. Egyértelmű, mindenki mindenhol használ ilyen nyitogathatós lehetőségeket, hogy a projekteket, akár egy dokumentumot elkezd használni. Project mentése, nézzünk is rá a project mentésére, ahogy látjuk, OSP kiterjesztéssel tudja ő elmenteni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy esélye van, hogyha valamit ebbe szerkesztesz, a későbbiekben is csak ezzel tudod szerkeszteni. Ez nem igaz teljesen, vannak trükközések, amivel meg tudod oldani, hogy az OpenShot-ban szerkesztesz valamit, és átvidd egy másik szerkesztő programba. Nem mindig, nem mindenhol és nem állandóan működik, de ha olyan a másik program, ami erre képes, akkor itt van egy kis trükköcske. A fájlok importálása, hogyha esetleg valamilyen fájlt beszeretnél hozni, akkor nem muszáj ráhúzogatni, de hanem be is tudod importálni. A legtöbb esetben a ráhúzás, tehát az integrált használata, egy fájlkezelőbe behúzom oda, ahova kell, az kényelmesebb. Project importálása. Final Cut Pro. Nagyon kényelmes. Azaz, hogyha van olyan programot, hogy Final Cut Pro-nak a file formátumba exportál, vagy éppen ezt a videóvágó programot használod, annak a félig kész eszközét, félig kész projektjét ebbe bele tudod húzni, be tudod importálni, illetve LDL importálásra is képes, ha olyan programod van, ami ebbe vagy ebből tud importálni, exportálni, nagyon kényelmes. A project exportálás az importálásnak természetesen a tesója, hogyan és mibe tudsz exportálni, azaz dolgozol ezzel a programmal, kiexportálod Final Cut Pro formátumba, és hogyha olyan programot használsz, ami ezt importálni tudja, akkor abba tudod folytatni a feladatok elvégzését, kényelmes LDL exportálás működik, és hát természetesen miben lehet exportálni, egy videót is el tudsz készíteni. A profil kiválasztása, igazából nem igazán szánnék rá sok időt, egyértelmű kiválasztott, hogy milyen profilod legyen, azaz milyen profilba szeretnél működni, és mibe szeretnéd a végén az eredményt látni. Kényelmes szerkesztés, a szokott szerkesztési dolgok vannak itt, vissza újra. Tehát, hogyha valamit éppen eltoltál, vissza tudsz léptetni, vagy ugyanazt a funkciót meg tudod tenni újra, Ctrl-Z, Ctrl-Y, mindenki ismeri. Előzmények törlése, az előzmények törlését időnként érdemes nyomogatni, mert elég sok előzményt el tud tárolni, ha már valami nem kell, érdemes ilyen előzményeket kitöröltetni vele. Beállítások, na hát erre ment ki az eddigi sok beszéd, a beállítások nagyon egyszerűek, oda kell figyelni, és azokat kéne beállogatni, amiket te biztos tudsz, hogy mi az, és milyen eredményt ér. Nyelv alapértelmezett, de egyéb nyelveket is ismer,
természetesen alapértelmezett, nálam a rendszerben a magyar alapértelmezett téma, kipróbálhatsz különböző témákat, én ezt a sötét témát szeretem, nagyon kényelmes. Igazából nem kéne nagyon állogatni ezeket, mert nekem, nem most, régebben témaváltáskor voltak fagyások, lehet, hogy az adott alverzió, pont az a verzió, amit éppen akkor használtam, akkor abba volt valami kis hiba, én meghagyom alapértelmezésbe. Lejátszási képkocka, amit nézegetéskor használsz, illetve a hangerőbeállítása történjen meg. A megtörténése nálam annyi, hogy alapértelmezetbe hagyom. A hangerőt, hogyha esetleg hangosabb vagy halkabb az audiósáv, akkor feljebb is veheted, de én inkább a Pulse Audio-ban szoktam ezt beállítani, ott tologatni a csúszkát. Blender, illetve haladó felirat szerkesztő, ez a legfontosabb beállítás, azaz, hogyha te az összes funkciót, és kitérek rá, hogy miért ezt a videóvágó programot mutatom be, mindegy kezdőknek való, de haladóknak is érdemes ismerni, hát bizony ezt úgy tudod kihasználni az összes funkcióját, ha az Inkscape-et és a Blendert feltelepíted. Figyelj rá, a Blendert és az Inkscape-et érdemes feltelepíteni, mert itt a felirat szerkesztő eléggé professzionálisra sikeredett, ahhoz képest, hogy kezdőknek szánt ez az eszköz, a Blender pedig egy 3D-s animáló eszköz, elég nagy programocska, és nagyon-nagyon sok mindent tud, de olyanokat elérünk, olyanokat tudunk ezzel a OpenShot-tal elkészíteni, amit hát bizony Blenderben nem biztos, hogy minden kezdő, Blendert nem ismerő ember el tudna készíteni, azaz ezt a kettő programot fel kell rakosgatni, és az elérési útját meg kell adni, ha éppen nem találja meg alapesetben, hogyha te a rendszeredből, tehát a disztribúciódból telepíted, ilyen gondod nem lesz, de ahogy lehet látni, én bizony külön telepítettem a Blendernek a leges-leges legújabb verzióját, jelen pillanatban a 2.82 a verzióját, ez a stabil ágnak a legfrissebb verziója, külön letöltöttem és külön telepítettem ilyen esetben. Természetesen egyértelműen meg kell adni az elérési utat pontosan. Azaz, pontosan megadod az elérési utat. Azért emeltem ki a 282-at, mert előfordulhat, hogy te felteszed a Blendert, és az OpenShot azt mondja, hogy hát bizony, ő nem találja a Blendert, és hát itt szörnyűséges dolgok vannak, légy szíves felrakni, és megadni az elérési utat. Ezek után te nagy lelkesedéssel megkeresed a Blendernek a elérési útját, és ide szépen beírod. És ezek után is azt mondhatja, nem mindig, de van erre esély, hogy azt mondhatja, hogy bizony, hát légy szíves a Blendert feltenni, és légy szíves, bizony megadni az elérési utat. Figyelj arra, hogy a disztribúciódban, hogyha egy régebbi OpenShot van, és egy újabb Blender, tehát 282-est szeretne felrakosgatni neked, akkor a kettő nem fog együtt működni. Régebbi OpenShot-tal a 272-es, 273-as, 270-es Blender fog működni, egyértelmű. Régebbi verzióhoz az új Blender nem jó. Az is előfordulhat, hogy neked az OpenShot-ból az új van, viszonylag új, és a Blenderből meg régebbi. Az új verziójú OpenShot bizony a 282-es Blendert várja el, és hogyha nem az van, hanem a 271-es 2-es van fent a gépeden, akkor hiába van fent a Blender, a kettőnek a verziója ütközni fog. Az az egy kis játékkel. Alapesetben nem lesz ám evel gond, de amire én rájöttem, hogy a legújabb OpenShot miért nem megy a 272-es Blenderemmel, addig én majdnem a hajamat kitéptem. Láttam, hogy ott van, hogy fent van és telepítve van és az orra előtt van, és ő mégis azon sipálkol, hogy bizony neki az miért nem jó, és legyek szíves megadni az elérési utat. Oké, a kitérés ennyi volt, az Inkscape-el nem volt ilyen probléma, az stabilabb verziót tart, tehát az ritkábban frissül.
A befejezéskor az exportálás párbeszédablak megjelenítése, bepipálod, nem pipálod meg, teljesen mindegy. Előnézet, az előnézeti profilt meg tudod adni, tehát az, hogy milyen profilt lássál, a lejátszó hangeszköz alapértelmezett, egyértelmű, ha nem, akkor bizony be kell állítani, hogy melyik az a lejátszó eszköz, ha több van a gépeden, amivel leszeretnéd játszani a hangot, illetve az alapértelmezett hang mintavételezési frekvenciáját be kell hagyd ezen a 44%-on, illetve az alapértelmezett hangcsatorna sztereó hagyd ezen, ha éppen más nem szeretné beállítani. Alapértelmezett beállítások itt megfelelőek. Automatikus mentés engedélyezés, ezt mindenképp légy szíves bepipálni, mert ha te dolgozol, és bizony mondjuk 3 perces beállításra van beállítva, 3 percenként ment, ha nincs bepipálva, akkor nem fog menteni. Figyelj rá, akár lehet egy áramszünet, akár lehet egy fagyás, nem szokott, mert elég stabil az új verzió, tehát fagyásokkal nem találkoztam, de azért jó ezt beállítani. Igazából 3 perc fölé nem ennyél, tehát a 3 percenkénti mentés még elmegy, de az is igaz, hogy 10 másodperces mentéseket nem kéne állogatni, mert annyi mentésed lesz, hogy abban nem fogsz tudni eligazodni, állítsd be, ahogy neked tetszik. Előzmények maximális száma, tehát hány mentést tartson meg, erre nagyon figyelj, hogy itt azért nem kéne 150, 200, 500 mentést megtartani, de azért jó lenne, hogyha nem egyreállítanád helytakarékossági gondolat miatt. Helyreállítási korlát, projekt másolatok száma 30 alapértelmezett, teljesen jó. Én igazából ezt nem szerettem volna kisebbre venni, feljebb meg fölösleges, hiszen hogyha a projektmentések száma nagyon nagy, felesleges tárhelyet foglal el. Oké, alapbeállítás jó, gyorsítótár, memória. Egyértelmű, ha neked nincs különösebb kis méretű, tehát ilyen 4 gigás vagy 8 gigás memóriát, a 8 azért videóvágáshoz éppen csak-csak elegendő, a 16-32 még elmegy felkiáltású, memória alatt nincs valami, tehát nem kevés memóriával használsz, itt azért a memóriába légy szíves a gyorsítótárat betöltetni, ha nem, akkor természetesen elhelyezheted lemezre is. A memória a leggyorsabb, azaz légy szíves azt használni. A csak lemezeknél lévő értékeket maximális méret, a gyorsítótár maximális mérete, képformátum, illetve az átméretezés, képminőség, az fontos, hogy ezt olyanra vedd, a gyorsítótár, tehát a kép megjelenítése a vágás közben, nem a végső minőség, az olyan legyen, hogy még jó legyen, lásd azt, amit azonnal képen látni akarsz, de ne használjon el túl nagy méretet a memóriába, természetesen maximális minőséget, az elvárható maximális minőséget fogod megkapni. Én ahogy lehet látni, a memóriát használom, hiszen azért vettem elegendő memóriát, hogy azért nehogy már lelassuljon egy régi HDD-re való íráskor a vágás. A videóvágás memóriaigényes. Erre figyeljünk. Hibakeresési mód beállítása részletes, ezt nem szoktam beállítani. Elég nagy hibakereső fájlokat szokott összehozogatni, régebbi időkről beszélek, amikor egy kicsit fagyos volt a program, de maradjunk annyiba, hogyha hibakeresésre van ok, azaz többször lefagy, bekapcsolod, és a hibakeresési kimeneteket nézegetheted, nem használom. Teljesítmény! Na hát itt már igazából jól át kell gondolni, hogy mit és hova állogat. Hardveres dekódolási üzemmód. Ezt akkor állítod be, hogyha biztos vagy benne, hogy a videókártyád ezt támogatja, ha nem, akkor ráhagyod mire? A CPU-ra, a processzorra. Ez a legüzembiztosabb megoldás, hogyha bizonytalan vagy, hogy a hardvered milyen, azért jó lenne, hogyha veszel valamit már megnézni, hogy mit tud, na hát mindegy, lényeg az,
hogyha bizonytalan vagy valamibe, akkor hagyd a processzorra, ha nem, akkor a legördülő menüből kiválasztatod azt, amit a videókártyád, illetve a videó eszközöd támogat. A következő három beállítás, következő kettő, mert összesen három van, ugyanez, hogy ha bizonytalan vagy a videókártyád minőségébe, a CPU beállítás lesz számodra jó, és akkor a legkevesebb problémával fogsz találkozni, de a lehető leglassabban a 3, 4, 5 vagy akármennyi beállítás közül a lehető leglassabb dekódolás, enkódolást fogod megkapni. Egy kis kísérletezés nem árt, és a hardware ismerete. A következő a párhuzamos videó feldolgozás kísérleti funkció. Kísérleti funkció azt jelenti, hogy ha éppen az életed legfontosabb videóját gyorsan meg kell vágni, nem kéne webpipálni, de hogyha a géped bírja és ez nálad működik, egy-egy teszt vágásnál, egy teszt videó készítésnél bepipálod és örülsz neki, hogy sokkal gyorsabban megy. A szálak száma 12, tehát én beállítottam a maximális szál számra, tehát ha neked van egy 6 magos processzorod, amiben nincs hipertrading, akkor természetesen beállítod a 6-ot. Ha AMD processzorod van, megnézed hány szálas, illetve az Intelnél is így működik természetesen, és azt beállítod, hogy hány szálat adsz neki. Hasonlóan az FFmpeg szálak száma, ugyanígy beállítod, ha a maximális szál számra, tehát amennyi a processzorodban van, ahány magod van, illetve szálad, akkor természetesen beállítod arra, amit tetszik. Hiába adsz meg nagyobbat, nem lesz jó, csak összeomlik a videodekódolás, enkódolás, tehát erre figyelj, hogy maximum fölé nem kéne menni. A következő a hardveres dekódolásra való beállítás, ezeket alapértelmezettnek kéne hagyni, én úgy gondolom, hogy ezek megfelelőek. Animált felirathoz GPU leképezés használata Blenderbe kísérleti. Gyakorlatilag, hogyha a videokártyád támogatja, illetve a Blender verziót támogatja, de az új Blenderek már természetesen ezt támogatják, hogy a videokártyád memóriáját és a chipjét használja fel, akkor ezt bepipálhatod. Egy kis bepipálás nálam nem árt. Teljesítmény billentyűzet, a szokott gyors billentyűket meg tudod adni. Ahogy itt lehet látni, itt nem tudsz alternatív, azaz kettő billentyűt megadni egy-egy funkcióhoz, de a megfelelő funkciókat elérheted billentyűzetről, és be tudod állítani. Picit szükebb a beállítási lehetőség, mint ahogy a KDN Live-ban megszoktuk, de hát ez van. Kisebb tudású, kisebb funkciókészletű, de nagyon jól használható eszköz kaptunk. A beállítás és alapismeretek után nézzük is meg, mi az a funkció, amit én nagyon-nagyon megkedveltem ebben a kis vágó eszközben. Hozzá kell tennem, bár úgyis tudjátok, hogy én a KDN Live-ot nagyon szeretem, azzal szeretek dolgozni, de azt kell mondanom, hogy ez a rész itt sokkal-sokkal jobb, és sokkal jobban meg van írva, és tágabb lehetőséget ad. Ez a feliratkészítés. Tudsz statikus feliratot készíteni, nézzük is meg. A felirat készítéséhez ott van egy csomó, nézzük meg. Hát mennyi előre beállított sablon, kényelmes. Azaz nem csak arról van szó, hogy mind a KDN Live-ba feliratot rá tudsz tenni, középre igazítod, ide-oda tologatod, esetleg árnyékot adsz hozzá, meg egy kis animációt is hozzá lehet adni. Itt azért ennél lényegesen komolyabb és összetettebb feladatot is meg tudsz oldani, pontosan úgy, hogy nem is kell nagyon hozzá értened, azaz nem kell előképzettség egy-egy bizonyos egyéb programban, egy szerkesztő programban, hanem kapsz előre elkészített és kényelmesen használható sablonokat. A sablonokat ki tudod tölteni, logikus, mi legyen a neve. Az lesz a neve, amit te neki adsz. Elsősor a cím, ez legyen, hogy cím, és rögtön látod is a változást. Második sorba be tudod rakni, hogy cím. Kettő, és már az is érthető. Egyértelmű betűszín, szövegszín, háttérszín, betűkészletet meg tudod adni. Oké, nagyon jó.
kész sablonokat kapunk. Hát az ebben gyakora nagy dolog, igaz? De kényelmes. De a KDN Live-val ellentétben itt azonnal oda tudsz ugorni az Inkscape-hez. Aki véletlenül nem ismeri az Inkscape-et, annak azt javaslom, hogy vészes gyorsággal tanulja meg, nem profi szinten, csak alapszinten. Nagyon jó oktató videósorozatot be fogok nektek alul majd linkelni, és ott nézzétek meg, hogy miket tud ez a kis programocska, telepítsétek föl, adjátok meg a beállításoknál az elérési utat, ha alapból nem ismeri föl, és nagyon-nagyon kényelmesen használható vektorgrafikus eszköz kapsz. Nem azt mondom, hogy professzionális, meg ennél jobb nincs a világon, de amire egy feliratozáshoz kell a betűk beállítása, képek, egyebek beállítása, azt fogja tudni, és vektorgrafikus, azaz nem fog pixelesedni a képed, azaz hogyan ugrunk oda az Inkscape-hez, haladó szerkesztő beállítása, és rákérdez, hogy ő bizony hogyan importálja, és már látni lehet a Inkscape-be a szerkeszthető, mert mozgatható, a címeket is odébb tudod tenni, igazítani tudod, meg akármit tudsz tenni, amit az Inkscape egy komoly vektorgrafikus programban meg tudsz adni és beállítani, komoly szerkesztési lehetőségek vannak, azaz ezt szépen meg tudod tenni. Én azt mondom, hogy ezt szépen be is csukjuk, mert ez csak rámutatás volt, mentés nélkül szeretném, megkaptam az a mentés nélküli képet, azaz nem csak előre elkészített, viszonylag jó pofa, kényelmesen használható, egyértelműen jól kinéző eszköz kapsz, amivel címeket kényelmesen fel tudsz rakni, hanem még automatikusan át tudsz ugrani az Inkscape-hez, ahol bizony a szöveggel azt csinálsz, amit akarsz. Majd egyszer összerakok egy olyan videót, hogy Inkscape-be hogyan lehet szerkezgetni a szövegeket, de odáig, ha körbenézel az interneten, 1 millió olyan oktató, magyar oktató videók is vannak, és belinkelek majd a cikkbe egy olyat, amit érdemes megnézni. Szóval nagyon-nagyon-nagyon jó kis feliratokat tudsz elkészíteni. A másik lehetőség, ami nagyon hasznos, és én nagyon hiányolom a KDN Live-ból, bizony a felirat készítés, az animált felirat készítése, azaz nem csak egy statikus feliratot készítünk, hanem itt tudunk izgő, mozgó, animált feliratokat is készíteni. Ehhez van pár sablon, nem számoltam meg, olyan jó egy tucat környékén van, és vannak benne érdekesebbek is, attraktívabbak is, és olyanok, amiket intrónak, bevezető videónak, vagy levezető videónak is el tudsz készíteni. Nézzük is meg! Az első gondolat az, hogy egyértelmű, szívem csücske, úgyis tudjátok a Star Wars, és hát bizony az ott látható felvezető szöveget animálni, azaz elkészíteni nem egyszerű. Blenderben egy kis tudást kívánó, és igazából macerás dolog, de nekünk nem kell. Meg tudjuk adni azokat a szövegeket, amikre nekünk szükségünk van, és az animációt ő el fogja számunkra készíteni, miután megadtad az összes szöveget, vagy akárminél a beállítást, tehát itt nem csak a szövegekről van szó, és csak ezt az egyet, hiszen elég jó pofa animációkat lehet összehozni. Miután megadtad, utána milyen gondolatot kell megtenni? A renderelés gombot megnyomod, elmész kávézni, ha lassabb vagy átlagosabb a géped, az animáció hosszától, bonyolultságától és a géped sebességétől függően természetesen egy idő után elkészíti számodra azt a animált feliratot, amit szerettél volna, és örömmel látod, hogy különösebb Blender tudás nélkül, különösebb ismeret nélkül egy-egy attraktív, hozzáadott értéket teszel a videóhoz, hiszen nem kell túlzásba vinni a dolgokat, de egy világtérkép,
egy repülés, egy lencsecsillogás, neongörbék, elforgatása, a szövegnek az elforgatása, vagy egy ehhez hasonló kis, hát videókban régi csapónak a feliratozása nagyon-nagyon kényelmesen elkészíthető, annélkül, hogy tudnál valamit. Én a űrmozifilm, hát a Star Wars-nek a felvezetőjét írtam át, és nézzük is meg, hogy hogyan sikerült egy kis szöveget, egy kis attraktivitást belevinni a videóba, ami azért mondjuk a Blenderrel, kézzel, ennélkül macerás lett volna. A videószerkesztésről igazából nem sok mindent fogok nektek tudni újat mondani, hiszen nagyon-nagyon egyszerű. Fogod az adott videót és ráhúzod, odailleszed, ahova kell, és le tudod játszani, természetesen bele tudsz nagyítani a kontroll és a görgetővel, vagy ezzel a kis eszközzel, látható, lejátszasz szépen a videódat, amire érdemes figyelni, hogy ezzel az eszközzel vágod el, odamész, elvágod, kikapcsolod a vágót, és akkor már mozgatni tudod, tehát igazából nincs vele semmi olyan probléma, ami hát úgy újdonság lenne, ha kivágsz belőle valamit, még egyszer itt vágunk belőle, el és del gombbal, és mozgatjuk. Ami nagyon fontos, és egy másik videót fogok oda tenni, a Z-eset, itt nem úgy megy az átmenet, mint a KDN Live-nál, hogy csinálsz egy sáv, másik sáv, és fölé húzod, hanem úgy megy, hogy fogod és ráhúzod az átmenet távolságára. Egy átmenetet azonnal kap, nézzük is meg ezt az átmenetet, hogyan működik, tehát egy ilyen átúsztatásos dolog van, ha ez nem tetszik, átmenethez odamész és kiválasztod, ami kell. Én azt szoktam tenni az egyszerűség kedvéért, hogy a két egymásra húzott videó az átfedésre automatikusan megkapja az átfedésre, arra az időszakra az átmenetet. A átmenet, ha másikat szeretnék, beállítom pontosan annyi időre, olyan hosszúságra, mint ahogy kell, rákattintok a gyári átmenetre, ami nekem nem kell, és ráhúzom ezt. Így ugyanolyan hosszúságú lesz az átmenet, mint amennyi az átfedés a két videó között, és akkor fog ez szépen működni. Ha nem így csinálod, akkor nem biztos, hogy az átmenet ideje, a működés ideje az olyan hosszú lesz, mint amennyi neked kell, hanem előfordulhat, hogy előbb indul el, később indul el, nem odáig tart, ugrik egyet, azaz ez a legjobb megoldás. Egy picit más, mint amit megszoktunk a KDN Live-nál, tehát itt a videókat átfedésbe hozott, és az a szakasz lesz az átmenet, és nem úgy, mint a KDN Live-nál. Oké, ez nagyon szép, nagyon egyszerű, meg tudod fordítani, vágni tudod, egyéb másolni tudod, ezeket a tulajdonságokat már ismerjük, nem térnék ki, az átmenet tulajdonságát is meg tudod kapni, illetve be tudod állítani, itt lehet látni az összes olyan lehetőséget az effektusoknál is, ugyanígy, amit be tudsz állítani, amire érdemes nagyon-nagyon odafigyelni, hogy a nézett fülnél három, illetve több beállítási lehetőség van, de van a nézet, az egyszerű nézet, amikor nincs a beállító panel, és van olyan nézet, a haladó nézet, aminél van beállítási panel. Természetesen, hogyha alap esetben az egyszerű nézetet több mindent látsz a képernyőn, mármint nagyobbba látod, és rákattintasz valamire, és a tulajdonságot kontrollével is előhozhatod, vagy rákattintunk tulajdonság kiválasztása, és itt tudsz változtatni bármilyen olyan tulajdonságot, ami számodra fontos. Az effektusok is hasonlóképpen működnek, ráteszünk egy videót, vágod, illeszgeted egyéb, és kiválasztod a hozzávaló effektust, eltolás legyen, és rátesszük, és már rajta is van az effektusunk, és a tulajdonságokat be tudod állítani forgatásnál, beállítod azt, amit szeretnél, lehet látni, igaz? Azonnal real time-ba beállítva,
és vizsgálva pontosan be tudjuk állítani. Természetesen, hogyha magára a videóra kattintasz, tehát a videót is be tudod állítani, le tudsz belőle vágni, levágás szélessége, hangot, videót is tudod időtartamot hosszabbítani, rövidíteni, és egyéb pozíciókat, nyírás, forgatást be tudsz állítani a videóra. Ezért mondtam, hogy az effektusok elméletileg kevesek, tehát relatív kevés effektust tartalmaz az adott termék, de hogyha egy kicsit elmélyedsz az itteni beállítási lehetőségek között, és nyírást vagy egyebet állogasz, látható, tehát ami a KDN Live-ba esetlegesen úgy jelent meg számodra, mint egy effektus, itt a videó tulajdonságainál tudod beállítani. Azaz nem biztos, hogy csak ennyi effektus van, ami effektus néven fut, hiszen sok egyéb termékben, például a KDN Live-ban ezek a nyírások, eltolások, méretezések, egyebek, amiket szépen állogatni tudsz, látható real time-ba forog, és be tudod állítani azt, ami neked kell, és úgy állítod be, ahogy neked kell, azt nem effektusként, hanem a videó tulajdonságaként fogod megtalálni. Én azt tanácsolom, aki kezdő, vagy esetleg a KDN Live-ot, vagy egyéb videóvágó programot túl bonyolultnak talál, annak érdemes ezt kipróbálni. Miért? Mert egyszerű, jól látható, nincsenek benne felesleges, kezdőnek felesleges funkciók, és egy nagy előnye van a KDN Live-val szemben az, hogy nagyon jó a felirat szerkesztő része, rögtön meg tudjuk hívni az Inkscape-et, illetve természetesen, akinek kell animált felirat, bizonyos mennyiséget 11 nehány, előre elkészített animációt, gyorsan, villámgyorsan testre tud szabni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek kellemes és jó videóvágást kívánok, mert ez a program kifejezetten olyan, hogy különösebb tudás nélkül el tudsz készíteni egy-egy családi videót, vagy egy termékről, egy programról, egy bemutató videót. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!